Szavazó urnák elé járulnak Magyarország választópolgárai április 3-án. Ezen a napon választunk ismét egyéni országgyűlési képviselőket, és kerülnek be a parlamentbe a jelölő szervezetek listás képviselői is. Február elején elkezdődött a szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítések kézbesítése is. A választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról kérdeztük dr. Kis Imrét, Hajdon Ánás városi jegyzőjét, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is. A Nemzeti Választási Iroda folyamatosan postázza az értesítőket, amelyeket a választópolgároknak meg kell kapniuk. A névjegyzék lezárása fizikálisan már megtörtént, így azt szeretnénk kérni, hogy aki nem kapta meg, az keresse fel a helyi választási irodát. A szavazásnak feltétele, hogy valaki szerepeljen a névjegyzékben. Február 11-ig minden választójoggal rendelkező magyar állampolgárnak, akinek állandó lakóhelye Magyarországon van, meg kell kapnia az értesítőt, hogy eddig a dátumig bárki nem kapta, ő keressen bennünket, és mi tudjuk ellenőrizni, hogy szerepele a névjegyzékben. Hajdon Ánáson jó ideje már megszokott szavazókörökben adhatják le voksaikat a választópolgárok. Most némi kis változás történt a 7-es, 8-as, 9-es számú szavazókör tekintetében. A választópolgárok létszámának csökkenése miatt a 7-es, 8-as, 9-es számú szavazókörökben, amelyek ugye közismerten a Csihába mentek szavazni, ott a három szavazókörből kettő került kialakításra. Igazából a választópolgárok, én azt gondolom, ebből sok mindent nem fognak érzékelni, hiszen az utca lehatárolások nem változtak, csak annyi változás lesz, hogy három helyet ott kettő szavazókörben adhatják majd le a szavazat. A választáson Hajdon Ánáson a 6-os számú egyéni választókerület jelöltjeire, illetve országos pártlistára szavazhatnak majd. A jelöltek az érvényes ajánlásokat megszerzik, onnantól kezdve várnak jelölti, és a sorsolást követően kerülnek rá a szavazólapra. Ugyanakkor az országos listának is külön számszaki feltételei vannak, hogy egy párt mikor állíthat országos listát. Ennek a határideje szintén március végi, tehát jelenleg még nem tudjuk megmondani, hogy a mi választókerületünkben hány egyéni jelöltre szavazhatunk, illetve természetesen jelenleg az országos listák számát sem lehet megmondani, de valóban három szavazólapot fognak kapni a választópolgárok, az egyéni jelöltre, akik szavaznak, az országos listára, illetve természetesen a népszavazás kérdéseit tartalmazó ívet is meg fogják kapni a választópolgárok. Aki nemzetiségi listára szeretne majd szavazni, annak ezt a szándékát jeleznie szükséges. Országos pártlista helyett nemzetiségi listára is szavazhat a választópolgár, abban az esetben, hogyha ő kérte a felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, ugyanakkor itt a határidők szintén nem teltek le, ezt szintén nem tudjuk még jelenleg megmondani, hogy nemzetiségi lista lesz-e egyáltalán. Nagyon fontos dolog a szabályos szavazás, de például érvényes-e az a szavazólap, amelyet ugyan szabályosan töltött ki a szavazó, ám mindenféle kommentet írt a szavazólapra, összefirkálta. Kérdeztük jegyző urat. E tekintetben a választási eljárás, illetve az egyéb jogszabályi feltételek semmit nem változtak, tehát szavazni érvényesen a szavazólapon lévő körben két egymás metsző vonallal lehet. Természetesen egy szavazólapon egy ilyen jelzés lehet, akkor tekinthető a szavazólap érvényesnek. Ha ez a feltétel teljesül, ezen kívül szavazólapra tett bármilyen megjegyzés, ráírás, bármilyen jelzés nem befolyásolja a szavazólap érvényességét, attól a szavazólap még érvényes marad. Nagyon fontos dolog a személyi okmányok megléte és főként érvényessége, bár a pandémia ezt is felülírta bizonyos mértékig. A pandémia az okmányok érvényességét is befolyásolta. E tekintetben az április 3-ai választásra különös szabályok fognak vonatkozni, hiszen alapvetően mindenki csak akkor szavazhat, hogyha az okmányai érvényesek. Ugyanakkor a pandémia idején jelzett időtartamokba történő lejárat esetén ezek az okmányok továbbra is érvényesek maradnak. Így azt kérem mindenkitől, hogy az okmányaikat ellenőrizzék, hogyha a lejáratuk
a jogszabály szerint meghatározott idősávba esett, akkor igazából probléma nincs. A járási hivatal kormányablaka várja a választópolgárokat, még a választás hétvégéjén is, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogyha akinek lehetősége van rá, mindenki törekedjen arra, hogy érvényes okmánya jelenjen meg a szavazáson. Napjainkban nagyon sokan dolgoznak lakóhelyüktől távol, esetleg külföldön. Rájuk milyen szabályok vonatkozhatnak, hogyan szavazhatnak? Mindenkinek van arra lehetősége, hogyha a választás napján nem tartózkodik állandó lakóhelyén, akkor kérheti az átjelentkezést abba az egyéni választókerületbe, ahol éppen a szavazás napján tartózkodik. De ebben az esetben is természetesen ugye az országos listák szavazólapja ugyanazok lesznek, viszont ez esetben is arra az egyéni jelöltre szavazhat, ahol az állandó lakóhelye van, tehát gyakorlatilag a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével ott helyben ezeket a szavazólapokat tudja megtenni. Átjelentkezésre van lehetőség személyesen ügyfélkapun, illetve a választás.hu-n keresztül is. Mindenkit biztatnánk a digitális felületen történő átjelentkezésre. Természetesen, ha valaki nem tartózkodik az országban, akkor konzulátusokon és külképviseleteken is van lehetőség. Természetesen ugyanúgy a választás.hu-n, illetve az említett felületeken keresztül ez bármelyik választópolgár megteheti. A választásokkal egy napon történő népszavazáshoz, mint jegyző úr már említette, külön szavazólapot kapnak a választópolgárok, amelyen a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos 4 kérdésre várják a válaszokat. Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. A jelenlegi 4 kérdés esetén tehát minden kérdésnél külön kell vizsgálni az érvényességet és az eredményességet.